Sportház 60. Gálával ünnepelték a jubileumot, és megemlékeztek Netz Pál György lemezlovasról. Vasi Védelem 2023. Árvízi védekezési feladatokat hajtottak végre a katasztrófavédelmi gyakorlaton. Mámor és erotika. Felnőtteknek szólt az idei kutatók éjszakája program a Schmidt Múzeumban. Köszöntöm Önöket, ez a Szombathelyi Televízió híradója. Emlékkiállítás, nagyszabású gála és DJ maraton, így ünnepelte az Agora a sportház megnyitásának 60. évfordulóját. Az egésznapos programsorozattal a nemrég elhunyt legendás lemezlovasról, Netz Pál Györgyről is megemlékeztek, aki számtalanszor megtáncoltatta a közönséget a sportház parkettjén. Szombaton ünnepelte az Agora a sportház megnyitásának 60. évfordulóját. Egésznapos programsorozattal készültünk, délelőtt során ez már lement, kézműves foglalkozások, diavetítések, és itt a sportház előtt kora délután ralliautó bemutató volt. Délután a közelmúltban elhunyt DJ-re, Netz Pál Györgyre emlékeztek, aki a 80-as évektől kezdve szórakoztatta a közönséget a sportházban is. Vasvár megye egyik legismertebb lemezlovasának életútját egykori kollégája, Fixl Miklós idézte fel, majd Netz Pál György kisebbik fia osztotta meg gyerekkori emlékeit. 12 évesen édesapja nyomdokaiba szeretett volna lépni. Meghagyta nekem a legnagyobb slágereket abban a fél órában, amit én lejátszhattam, és ezután én zsebelhettem be azt a dicsőséget, ami neki járt volna, majd ezt megosztottam vele otthon, hogy azt mondták, hogy jobb vagy, mint apád, és csak viccesen mosolygott a bajsza alatt. A zenei életben sajnos nem lehettek jobb, mint apám, mivel a csúcson abba hagytam a diszkózást, 14 évesen, de igyekszek, és igyekszünk a családommal úgy írni a mindennapjainkat, hogy a városszerte fogalommal vált Netz Pál nevet fenntartsuk, és büszkévé tegyük apukámat. Netz Pál György családja az Agorának ajándékozta a lemezlovas DJ pultját. Ez is része a kiállításnak, ami a megemlékezés után nyílt az intézmény galériájában. A tárlat relikviákat, plakátokat mutat be az elmúlt 60 évből. A kiállításra a szombathelyiek is ajánlhattak fel tárgyakat. Az érteklődőket Horváth Soma alpolgármester köszöntötte, aki felelevenítette a sportházhoz kötődő emlékeit, és felidézte azokat a nagynevű előadókat, akik az épület színpadán felléptek. Köztük volt például Kodály Zoltán és a Deep Purple is. Majd Szirmai Judit, aki hosszú éveken át volt itt művelődés szervező, időutazásra vitte a megjelenteket. A gálát Varga Viktor nyitotta a Bánkbán leghíresebb áriájával, ami 1963. augusztusában az intézmény avató ünnepségén az Operaház művészeinek előadásában 1200 vendég előtt hangzott el. Nemény András polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott, jó szívvel gondol azokra, akik 6 évtizeddel ezelőtt megteremtették ezt az értéket, és akik ezt tovább viszik. Valójában itt nem egy épületről beszélünk, és nem is egy intézményről beszélünk. Itt egy kincsről beszélünk. A polgármester oklevelet adott át az Agora vezetőjének. Majtényi László, a Vasvár megyei közgyűlés elnöke köszönetet mondott az intézmény egykori és mostani vezetőjének, munkatársainak, és emléklappal köszöntötte a jubiláló intézményt. A gála műsorban olyan egyesületek léptek fel, akik valamilyen módon kötődnek az intézményhez. Gyerekként itt kezdtem a pályafutásomat, és hosszú-hosszú éveken keresztül én ezt a folyosót, a színpadot, a lenti termet, tánctermet, én ezt már rengetegszer koptattam, és most pedig a táncosaim egy standard mixet, illetve egy Gatsby koreográfiát hoztak. Mivel a szívünk ide köt minket a sportházhoz, ezért szerintem egyértelmű volt, hogy itt leszünk, és támogatjuk ezzel is a jubileumot. Színes volt a gála. Zene, tánc, színház, művészet, ritmikus sportgimnasztika is megjelent. Teltház előtt léptek fel a csoportok. A gála után az Agora épülete színes fényfestést kapott. A jubileumi rendezvényt DJ maratonnal zárták Netz Pál György emlékére.
Árvízkárok elhárítása, védműmagasítás, homokzsákolás, kimenekítés is feladat volt a Vasi Védelem 2023 elnevezésű gyakorlaton, amit szombaton tartottak 5 településen a Vas vármegyei Területi Védelmi Bizottság szervezésében. Több mint 400 főt mozgatott meg a szimuláció, részt vettek benne önkéntes tűzoltók, települési és járási mentőcsoportok, valamint polgárőrök is. A területvédelmi zászlóalj katonái ellenőrző pontot állítottak fel Sorki falut határában. A védelmi központot az általános iskolában rendezték be a szombati gyakorlat idejére. A belterületi elütések okán a lakóházak homokzsákos bevédését, védelmét ki kell építeni. Innen vonultak az egységek a kárhelyszínekre, hogy teljesítsék feladataikat. Honvédek töltötték a zsákokat, amiket a védvonalhoz szállítottak. A töltést lefóliázták és magasították. Közel 50-en dolgoztak összehangoltan, csatárláncban pakolták a zsákokat. Árvízi védekezésnek a gyakorlása egy töltésfóliázás, egy átázott töltés védelme, majd utána egy töltés megtámasztás, és ellennyomó, ez a buzgár feltörésénél egy ilyen kör alakú medence építése, és utolsó fázisként egy áteresztő zsilipnek a megtámasztása, lesúlyozása, hogy a víz ne tudjon átmenni a lakott terület felé. A közeli árkot közben megtisztították a növényzettől, hogy gond nélkül levonulhasson a csapadékvíz. A szivattyút is beüzemelték. Augusztus elején a Rába áradásakor élesben is bevetették a mentőcsoportokat. A hivatásosok mellett 300 önkéntes dolgozott a védekezésben. A mostani komplex gyakorlaton is hasonló szituációt modelleztek. Felkészüljünk a rendkívüli viharkárokra, árvizekre, vízkárok kezelésére, tehát ezt a komponens fogjuk gyakorolni, erre vonatkozik maga a minősítés is, de emellett törekedtünk arra, hogy az elmúlt időszaki fejlesztéseket, például UAV technikának az alkalmazása, hogyan tudunk egy drónos felderítést egy műveleti központba behozni, kimenekítés, ezeket legyakoroljuk. A gyakorlat az Őrség Goricskó Ráb mentőszervezet, az Írottkő és a Borostyánkő mentőcsoport újra minősítését is szolgálta, hiszen időről időre tesztelni kell a felkészültségüket. RKS 7-es híva, RKS 6-os rádió próbavétel. A Magyar Rádió Amatőr Szövetség készenléti szolgálatának 7 tagja segítette a kommunikációt. Kézi rádión jöttek mentek az információk egy erre a célra fejlesztett átjátszón keresztül, antenna segítségével. A védelmi központban futottak össze a szálak. Baj esetén országosan több mint 100 rádióamatőr képes segíteni a bajban. Kérem, hogy a kárhelyszínen rendelkezésre álló erők igénybevételével beavatkozás kezdjék meg. A készenléti szolgálatnak a fölkészülés arról szól, hogy mindenféle kiépített infrastruktúrától mentesen, tehát internet, áram rendelkezésre állásán nélkül tudunk állomást üzemelteni. Nem csak ilyen kis területen, hanem akár országos lefedésbe, sőt, ha szükség van, akkor műholdon keresztül is. Amint egy 400 főt megmozgató gyakorlatot sikeresnek minősítették. Folytatódott a Herényi Eszenciák programsorozata. Gasztroélmény és jótékonykodás a guruló büféknél karitatív célú motoros találkozót tartottak. Rövid hírekkel folytatjuk. Kalinkót és langallót sütöttek, hegedűszó mellett nótáztak, szakszerű vezetéssel bejárták a Szent György templomot, és kiállítás is nyílt a Herényi Eszenciák szombati programján. A sorozatban bemutatkoznak a városrész értékei. A Herényi Kulturális és Sportegyesület 2018 óta szervezi meg a rendezvényt, ahol bemutatkoznak a városrész értékei, eszenciája. 15 guruló büfé települt ki a főtérre a péntektől vasárnapig tartó Food Truck Show-n. A legjobb street food ételekkel, italokkal, desszertekkel kínáltak gasztroélményt a szombathelyieknek. Aki fogyasztott, egyben jótékonykodott is. A rendezvény forgalmának 1%-át ajánlották fel a szervezők a családi otthonokban nevelt állami gondozott gyerekek élményszerű programjaira. Motoros találkozót tartottak szombaton. Több mint 200 kétkerekű vonult fel a város utcáin. A Zanati útról indultak, tettek egy nagy kört, és oda is tértek vissza. Azon túl, hogy mutatós járgányokat lehetett megnézni, koncert és Street Fighter show is várta az érdeklődőket. A rendezvény jótékony célt szolgált.
a résztvevők a Magyar Mentő Motor Alapítványt támogathatták. A Balatonvilágosi Központtal működő mentőszervezet motorosai májustól szeptemberig segítenek az életmentésben, főleg az autópályákon, közutakon. Mozgékonyak, gyorsak, gyakran ők érnek oda először a baleseti helyszínre. Az adományból az eszközparkot fejlesztik. Szenvedélyek és élvezetek címmel a mámor és az erotika témája köré szerveződött a Kutatók éjszakája idei programja a Schmidt Múzeumban. Előadás hangzott el Csárd Géza íróról, Derkovics Gyula festészetéről, és interaktív programokon is részt lehetett venni. Idén az erotika és a mámor témája köré épült a Kutatók éjszakája a Schmidt Múzeumban. Ennek megfelelően ezúttal felnőtteket vártak a rendezvényre. A múzeumnak van egy ilyen sorozata, minden hónapban az Instagramon, illetve a Facebookon kihívás témaként, és egyik hónapban pont a mámor volt a téma, amikor minden egyik tagintézmény egy-egy tárgyal kapcsolódik az adott kihívás témához, és ez nagyon nagy népszerűségnek örvendett, és ezért gondoltuk, hogy ezt próbáljuk most a látogatókhoz közelebb hozni, hiszen ennek is vannak olyan altudományterületei, ami egyébként nagyon tudományos, nagyon érdekes. A Schmidt Múzeum gyűjteményéből három kamara kiállítást készítettek az alkalomra. Bemutattak erotikus és pajzán exlibriseket, italos cédulákat a 19. és 20. századból, valamint egy budoárt is. Az előadók különböző tudományterületeket érintően jártak körül az idei témát. Zsoldos Andrea addiktológiai konzultáns a szenvedélyekről, függőségekről tartott előadást. Kéner Balázs Csárd Géza kutatóval pedig Tanai Ibolya beszélgetett önpusztítással. Pusztító varázsló címmel. Eszterházi Pétert idézném, ő azt mondta, hogy Csárd Géza azon íróink közé tartozik, akit mindig felfedezünk, ehhez az kell, hogy mindig elfelejtsük. És én nagyon örülök minden olyan eseménynek, ami Csárd Gézával kapcsolatos, ez is ilyen, és én bízom benne, hogy ez a rövid beszélgetés is lehetőséget ad arra a közönségnek, hogy esetleg az előadás után, vagy bármikor egy Csárd Géza kötetet leemeljenek, és ne csak úgy tekintsenek az íróra, mint egy morfinista beteg ember, hanem egy olyan alkotó, aki a magyar irodalmat alapozta meg. A Kutatók éjszakáján interaktív programokat is kínált a múzeum. Átadták a termálteret. Bükkfürdő városrész központja 2,7 milliárd forintból, nagyrészt állami támogatásból készült el. Az új látogatóközpontban virtuális időutazás, mellette állandó szabadtéri kiállítás idézi meg a 66 évvel ezelőtt feltört bükki gyógyvíz és a 61 esztendeje megnyitott fürdő történetét. Az Avaton helyi népművészeti csoportok adtak ünnepi műsort. Népdalokkal és citera szóval is ünnepelt Bükk. A most elkészült termálteret vették ünnepélyesen birtokba. Az a történelmi lehetőség nekünk most adatott meg, hogy ezeket a teresedéseket, ami a városi fejlődés, a polgári identitás tudatnak a legfőbb hordozója egy településen, nekünk volt lehetőségünk ezt fölépíteni, illetve elindítani a működését. Az ország legnagyobb tájépítészeti beruházásában mintegy 2,7 milliárd forintból készült tér a Bükki gyógyfürdő fogadótere. Annak megtöltése lesz a következő feladat a kisvárosban. Futóversenynek és koncerteknek már volt helyszíne az elmúlt hetekben. Van, aki ezt városrészközpontnak, vagy éppen főtérnek hívja. A grandiózus méretek láttán nekem egy másik szó jutott eszembe, ez pedig így hangzik, fesztiváltér. A tér úgy a helyieké, ahogy az ide látogatóké, erről is hallhattak az átadó résztvevői. A termáltér elnevezés a lehető legnemzetközibb, hiszen minden nyelven ugyanazt jelenti. Egyúttal minden idődimenzióban értelmezhető a most felépített központ. Egyrészt összefoglalja, bemutatja a bükkfürdői turizmus polgári fejlődésnek a múltját, kiszolgálja a turizmus jelenét, és megalapozza a jövőjét. A tér avatóval mintegy másfél évig tartott építkezés zárult Bükkön Bükkfürdőn. Jóságos mennyei atyánknak szerető jóság áradjon mindazokra,
akik ezt a teret megálmodták, létrehívták, megalkották, és akik ezen a téren vala is összegyűlnek. Az ünnepélyes átadás része volt, hogy áldást kapott a tér. Így áldja meg az Úr ezt a körbe határolt teret a maga tágasságával és nyitottságával. Támogassa az ide érkezőket abban, hogy megélhessék mindazt, amire az Úristen teremtett minket. Ünnepélyes szalagátvágással zárult a hivatalos program. A polgármester és a térség országgyűlési képviselője mellett Juhász Szabolcs, a Magyar Turisztikai Ügynökség szakmai igazgatója adta át a termálteret a bükkieknek és a bükkfürdőre látogatóknak. Kiváló sorozatot produkál a Szombathelyi Haladás együttese, amely az elmúlt hetekben egymás után gyűjtögette pontjait. A Mercantil Bank Liga 10. játéknapján a Budafok otthonába látogattak. Alexander Jovics tanítványai is 1-0-ás győzelmet arattak. A 10. fordulót rendezték hétvégén a Mercantil Bank Ligában. A másodosztályú pontvadászatban érdekelt Szombathelyi Haladás az elmúlt hetekben kiváló formában gyűjtögette pontjait, és a MOL Magyar Kupában is továbbjutott a következő körbe. Vasárnap délután a szintén jó erőkből álló Budafok vendégeként lépett pályára a zöld-fehér alakulat. Mindkét csapat 7 pontot szerzett a legutóbbi 3 mérkőzésén, így izgalmas összecsapásra volt kilátás. Azonnal nekiesett ellenfelének a Haladás. A 11. percben Katona pöckölte el a labdát a kimozduló Gundel Takács mellett, kísérlete azonban a kapufáról a mezőnybe pattant vissza. Későn ébredt a Budafok, de sikerült komoly helyzeteket kialakítaniuk. A 38. percben Vasvári tüzelt, lövése a keresztlécen csattant. A lüktető tempó és a sok zicser ellenére a gólra várni kellett a második félidőig. Ekkor viszont azonnal megszületett a vezető találat. Az 50. percben egy hosszú indítást követően Doktori Csáron szlallomozott át a budafoki védők között, összejátszott Rácz Barnával, majd a kapust is elfektette, és úgy továbbított a hálóba. A hazaiak mestere cserékkel próbált új lendületet adni csapatának, de hiába. Nagyon jól védekezett a szombathelyi együttes, ha pedig a védőket sikerült is átjátszani, Pálfi kiváló érzékkel hárított. Bár a hajrára kapuja elé szegezte ellenfelét a fővárosi együttes, nem sikerült egyenlíteni, így a forduló rangadóját a vasi zöld-fehérek nyerték. Zsinórban 7. mérkőzésén szerzett pontot a Haladás, amely már a 6. helyen áll a Mercantil Bank Ligában. Jagodics Márkék vasárnap a Szeged ellen folytathatják eredményes szereplésüket. A 17 órakor kezdődő összecsapást a Haladás sportkomplexumban rendezik. Önök a Szombathelyi Televízió híradóját látták, műsorainkat az stv.hu címen, illetve Facebook oldalunkon is megtekinthetik. Híradónkat óránként ismételjük. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!